Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Szeretném nektek elmondani, hogy ezt a klipet később veszem fel, mint a többit, viszont elfelejtettem, hogy nem vettem fel beköszönést a videóhoz, és igazából el sem magyaráztam előre, hogy mi fog történni. Úgyhogy ezt szeretném most megtenni, a füleimmel együtt most mostam hajat, és ezek ilyenkor elengedhetetlenek. Beszélni se tudok, értitek? Elmondom nektek gyorsan, hogy mi is fog történni ebben a videóban. Mostanra biztosan tudjátok már, hogy rengeteg allergiám van, és hogyha nem az allergiáknak megfelelően kajálsz, tehát nem kerülöd mondjuk a tejet, tojást, glutént, mint például Rebeka, annak lehetnek következményei is, és főleg akkor, hogyha egy kicsit hipohonder vagy, mint én, akkor ezeken sokat gondolkozol is, hogy vajon nincs-e bajod attól, hogy nem kerülöd a tejet, vagy a tejtermékeket, és nagyon sokfajta vizsgálat van, ami ezt egyébként meg tudná állapítani. Viszont amivel a gyomrot általában legtöbbször vizsgálják, az az endoszkópia, ami csak annyit jelent, hogy egy csövet, aminek kamera van a végén, ledugnak a torkodon, a nyelőcsöveden végig, bele a gyomrodba, és nagyon sok helyen ezt nem altatásba csinálják, és hát egy hányásfóbiásnak ez konkrétan a rémálom, tehát a pokol. Na mindegy, nem akarom túl sokáig húzni. Van egy újabb verziója ennek, a kapszulás endoszkópia, ami annyit jelent, amit úgy kell elképzelni, hogy van egy kicsike kapszula, mint egy vitamin, körülbelül akkora, és abban van benne a kamera. Ezt lenyeled, és mágnessel irányítják a testedbe, tehát ilyen elképzelhetetlen. És képzeljétek el, hogy kaptam egy lehetőséget, hogy ezt kipróbáljam. Itt szeretném elmondani, hogy a videó nem szponzorált, tehát nem kapok érte pénzt, de a vizsgálatot ingyen csinálták meg Székesfehérváron, az Endokapszula Magánorvosi Centrumban. Egyébként az összes elérhetőségüket le fogom tenni a leírásba, ott meg tudtok nézni mindent ezekről a kezelésekről, vizsgálatokról és a többiről is. És akkor igazából szerintem el is kezdhetjük a videót, az első klipet azt még az első konzultáció előttről fogjátok látni, utána pedig már a nagy napról. Voltak nagyon élvezetes pillanatai is ennek a kis utazásnak, de volt egy-kettő nem túl kellemes, ezt majd menet közben fogjátok tudni, hogy miről van szó, de egyébként nagyon élveztem az egészet, és egyáltalán nem volt fájdalmas így utólag egyébként azt mondom, hogy még vicces is volt az egész, és spoiler, semmi bajom nincsen, úgyhogy pláne nagyon izgalmas volt. Nem is húzom tovább az időtöket, jó szórakozást a videóhoz, sziasztok! Na sziasztok! Úton vagyok éppen Érdre, Bálinttal találkozunk egy parkolóba, mert megyünk Székesfehérvárra egy nagyon izgi konzultációra, mondhatom így. És látjátok, kocsiba vagyok, a dugóba ülök, úgyhogy arra gondoltam, hogy bejelentkezek, és igazából elkezdem ezt a vlogot már itt. Hogy legyen egy kis előzményünk is, hogy miről van szó. A sminkemet félig sikerült még megcsinálni, mert nagyon későn feküdtünk le, és nagyon korán keltem. Úgyhogy az alapomat megcsináltam, aztán majd, amíg onnan megyünk Fehérvárra, addig Bálint kocsijába ezt pótolni fogom. De a lényeg a lényegbe, hogy ha bár ti már a kész végeredményt látjátok, és addigra már túl vagyok mindenem, mire ti ezt látjátok, még nagyon izgi, mert nem tudom, hogy mi fog történni, nem tudom, hogy mikor fog történni, hogy pontosan hogy lesz. Úgyhogy most megyek és lecsekkolom ezt a kis endokapszulát, megnézem, hogy mit fogok lenyelni végül is. És igen, nagyon érdekel, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi folyik ott belül, meg minden, úgyhogy jelentkezek majd kicsit még később, mennyire ízés volt, nem mondom, hogy milyen. Remélem, hogy nektek is fog tetszeni. Nagyon örültem, amikor felhozta Bálint ezt a dolgot, hogy mit szólnék hozzá, tetszene, és nyilván mivel itt vagyok és rászkódok, így tudjátok, hogy azt mondtam neki, hogy tetszik és nagyon szeretném kipróbálni. Úgyhogy igen, nem sokára jelentkezem. És jó reggelt, itt vagyunk a vizsgálatnak a napján. Kipihenve? Nem. Jól lakva? Nem. Írtószomjasan? Igen. De elindultunk, hát most még éppen nem állunk, mert Bence még bezárja az ajtót, és utána indulunk. De fel vagyok készülve, nem mint hogyha igazából erre nagyon fel kellene készülni. Oda nézz, milyen highlightere van a lánynak. De jól süt a nap, úgyhogy indulhatunk. Megérkeztünk Bencével, várjuk
Bálintot. Azt mondta, hogy 5 perc és ideér. Nem hiszem. Ahogy ideér, megyünk be és kezdjük. Izgulsz? Nem. Úgy fogod látni a barátnődet, ahogy még soha. De várjál, az egy dolog, hogy te soha, de még én se, és konkrétan senki. Mi van, hogyha meg fogod irigyelni tőlem, és te is akarsz? Itt kapszulát lenyelni? Aha. Akkor lenyelek. Az is lehet, hogy veszek többet, azt otthon nyelzesem havonta. Hoppá! Fő a biztonság, tudod. Na mindegy, én amúgy nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy haladhatna Bálint. One eternity later. Húzod a barna csíkot? Kívánok! Navigációs kapszulás vizsgált céljára érkezett, hogy jól tudom. Mi miatt kéne csinálnunk ezt a vizsgálatot? Igazából szerintem csak megelőzésképpen. Családban volt egyébként a mészőrendszeri betegség. Nem sikerült előkészülni a vizsgálatra? Ugye a vizsgálat előtti lapon elvileg folyadékvételt kell tartani, és meg kell írni ezt a kis hashajtó folyadékot, ami kitisztítja a vérrendszert. Ez meg volt, igen. A vizsgálat mellette majd az lesz, hogy fogunk önreszerelni egy ilyen jelrögzítő mellényt, ami veszi a kapszulától a jeleket. Ez rögzíti tulajdonképpen a kapszulának a videóanyagát. Előtte még különböző folyadékokat adunk, hogy tisztítsuk a gyomrot. Utána tiszta folyadékkal kell föltölteni a gyomrot, tehát meg kell inni egy olyan 6-9 deciliter tiszta vizet. Jó? Utána kell lenyelni majd ezt a kapszulát. Uh-huh. A kapszula lenyelése már ez alatt a mágneses és rendszer alatt történik. Képesek a kapszulát, mint egy picit tenger alatt járót. Igen, navigálni. Ez beszéltük is, hogy majd nyelőcsövet, meg minden. Nyelőcsövet, gyomrot, illetve hogyha végeztünk a gyomorba ezzel a mágneses navigációval tulajdonképpen, akkor a kapszula már a passzív bélmozgás segítségével a teljes vékony belett teljes hosszában is képes átvizsgálni. Az élettartam az olyan 10-11 óra, tehát kb. Eddig képes felvételeket készíteni. Az elején 6 képet csinál másodpercenként, majd utána, amikor már a vékony belett van, akkor 2 képet készít másodpercenként ez a kapszula. Ebből a rendszerből egyébként jelenleg Európában összesen 3 dolog van működésben. Jó, van esetleg valami kérdés a vizsgálattal kapcsolatban? Igazából nem. Utána is olvastam, meg ugye voltunk már egyszer itt egy ilyen előzetes konzultáción, úgyhogy szerintem minden megvan, amit tudnom kell hozzá. Nekem elvileg semmi bajom nincsen, de ha véletlen van valami, akkor az itt ki fog derülni, mivel szövődmény nem nagyon lehet így félni, nem félek, izgulni nagyon izgulok, mert nagyon szeretném már látni, hogy mi a helyzet. De ezen kívül igazából majd sodródok az árral. Vágjunk akkor bele, jó? Meg fogjuk lapni, akkor mindjárt ezt a két oldalt meg kell írni, jó? És akkor elkezdjük a vizsgálatot és felszereljük a mellényt, jó? Teljesen tele. Szép? Annyi, hogy még ezt kell hajtani, ennek euró 10-ban, úgyhogy gyorsan hasonló. Ez egy ilyen... Kis reggeli kis... Citromos. Citromos érzi? Ez én sem vagyok. Akkor nincs fele baj. Ez egy sem vagy. Menj a meleg. Azért mondom, hogy most kellene, hogy forrókodjon az enzim. Egybe kellene? Hát, jobban jársz vele. Áhú! Állj, bokas! Mondtam, hogy... Tudjátok, milyen íze van? Van az a... Régen volt, lehet már nincs is, a C-vitamin, leveles C-vitamin. Igen. Mintha az fel lenne oldva. Különös aktív, már reggeli vagy is. Azt a... Fú... De olyan jó tartalmaz, amit a baktérium bont le, és hogyha lebontja, akkor megjelenik a kilégzett levegőbe, ha nem bontja le, akkor meg nem jelenik meg a kilégzett levegőbe, és így tudjuk megnézni azt, hogy van elég a baktérium a gyomorba. Köszönöm szépen! Várni kell egy fél órát, és újra meg kell fújni a tasakot. Egyébként nem rossz, csak savanyú. Oké. Okay. Ja. Készítették, szerintem nem, úgyhogy... Ez, ha jól számolom, akkor a negyedik pohár lötyöm, és most már nem vagyok szomjas. Töltem fel a kis pocakomat, és aztán jöhet a kapszula. Segítek! Itt
szagot. Felálljak? Ne, nem maradj csak. Kicsit meg emelne közel. Kicsit szoros lesz, de... Nézd talán, hogy egy műanyag érzékelők, amit teszik majd élet a kapszulától. Egyáltalán nem. Vizet megjutott akkor? Igen. Megtörtént a vízhívás, akkor fel lehet feküdni. Jó, ilyen arccal felé az oldalára. Jó, és nyugodtan adhat is így fölkönyökölve, jó? Megkapcsoljuk a kapszulát. Kapszulának van még egy ilyen kétfeltes tesztfázis, amikor leteszteljük, hogy saját magát miatt le kell nyelni. A kapszula teljesen egyszer használható, steril csomagolásból kerül kibontásra. Akkor nem is fogjuk meg, majd is veszek a kesztyűt. És egy ilyen speciális infrakészülékkel kell bekapcsolni, fog elindítani majd. Akkor lesz majd a kapszula. És ezt indítani. Be is kapcsoltam magát a kapszulát. Ilyenkor már elkezdi csinálni a képeket. Még teszteli majd saját magát. Akkor állítjuk az egyetlen frekvenciáját, amíg majd fog kommunikálni a lényel. Annyira furcsa, hogy szerintem azért itt mindenki tudja, hogy ez kamera és vesz, de amikor látom magam a képernyőn úgy, hogy ott van, olyan fura, nem? Belülről látom magam. Mondanál igen. Belső része. Live-olni nem lehet véletlen. Hát ez... Akkor csak rögzítjük a videóra még a kategóriát is, hogy minden legyen vagy a videó magán. Azért nem kicsi. Tehát, hogy egy jó nagy vitamin, nem? Hát kb. Az a méret, igen. De viszont könnyebb legyen, mint a tablettákat, mert van súlya. Tehát ennek a méretéhez képest viszonylag nagy a súlya, ami könnyebbé teszi a lenyelését, mondjuk egy tablettához viszonyítva, ahol a mérethez képest sokkal kisebb súlyfelső. Szerencsére nekem egyébként nincsen bajom vele, de az olyanok, akik a kataflámot nem tudják lenyelni, azoknak ez... Hát remélem, hogy nem fogok lénezni. Le fogom majd vinni a lányest kicsit a hátadra, mm-hmm. Ez azért, hogy nyelőcsőben mindig lassabban menjen majd a kapszulát. Ez végezni fogja, hogy a kapszulát csúszik. És egyébként érzek bármit közben? Igen, egy ilyen enyhe motoszkáló érzést néha lehet érezni, de jelentősen nem. Nyelni, jó, adunk hozzá, be tudom tenni a szájámat, jó? Aha. Adunk hozzá a vizet, jó? Ó, Istengelem! Nyisd ki a szád! Hogy világít? Mint a, mi volt azok a babok, amiben ilyen izé van? Jó, nyugodtan, csak gyere, nyugodtan. Oké. Okay. De durva. És ott a nyelőcső képe. Ez az évon, és ott le is ment. Le lehet feküdni, a párját nyugodtan majd a feje fölé tegyed föl, vagy a feje alá, és le lehet feküdni, jó? És be fogjuk vinni majd a mágnes alá, de azt jelenti, hogy felemelem, és be fog menni az ágyjal együtt, jó? Éreztem egy fordulást a kis pocakomban, és azért fura volt lenyelni, tehát nagy, olyan fura, de nem nehéz, úgyhogy... Most el fogjuk indítani akkor az automata vizsgáló protokollt, el fogja ma kezdeni mozgatni a kapszula a gyomorban a kapszulát. Amikor beállítjuk a legalacsonyabb szintet, ahol emelhet ez a fejem, és nehogy megnyomja véletlenül. Egy előre programozott algoritmus szerint először a gyomor felső szakaszát vizsgálja a kapszulát, ezt a területet fogja áttekinteni először, és lehet látni, hogy forgatja majd a kapszulát bent a gyomorban. Ilyenkor azt csinálja, hogy felemeli az előső falra, lefelé fordítja és körbefordítja a kapszulát, majd leereszti lentre, ott is beállítja és megint körbeforgatja. Közben állogatja a fényerőt, illetve képes a képkészítési frekvenciát is módosítani. Jó, most el kell majd fordulni hanyatt. Jó. Le fogunk menni egészen megint a hashoz. Jól látod, ki kellene majd megint lehetetlen. Éreztem, hogy fordul. Jaj, nagyon fura. Egyáltalán nem fájdalmas, csak tényleg az van, mint azok a mágneses kis cuccok, amikor így átfordul. Pont olyan érzésem van a hasamban is. Jó.
hogy a gyomor nyálkahártyát látjuk most közelről itt ezen a területen. Uh-huh. A gyomor testét fogjuk ott vizsgálni. Mint a mi volt az varázslatos iskola busz, vagy mi az? Nem? Öveket becsatolni! Ez már a gyomor kimeneti régiója, amit most látunk képen egyébként. Egyelőre minden negatív egyébként, átokon, amikor orvosat szólok. Jó. Egyelőre minden szép. Megnyugtató. Tehát, hogyha a kapszula mozgatóvá vált, és nem csak passzív, a vélmozgás mozgatja, ez tényleg két éve van tulajdonképpen, vagy három. Mm-hmm. Ez nagy fejlődés a kapszula útjában. Illetve még egy dolog van, ami különbség ennél a kapszulának, hogy oda-vissza kommunikál. Tehát magyarul tudom kapcsolni alkalom például, tudok rajta módosítani, mert az eddigi kapszuláknál ott voltam, hogy be volt állítva, hogy ott beállítással lenyelte a beteg, és onnantól kezdve azt csinálta, nem lehetett rajta módosítani. Újra itt jöttem nektek update-elni. Mindjárt megmutatom, hogy hogy néz ki a szobám, ahol most vagyok. Itt van mellettem az oknim egyébként, mert iszonyatosan melegen volt. És a helyzet a következő, amire én az okos fejemmel nem is gondoltam, hogy hát gyerekek, ezt a kapszulát meg kell várni, hogy kiérjen. Ha értitek, hogy mire gondolok. Úgyhogy Rebeka kapott itt egy nagyon szép kis szobát, légkondival, nagyon kényelmes ágyjal, és az instrukcióval, hogy a kamera szereti a mozgást, úgyhogy ne csak feküdjek és érezzem jól magam, pedig olyan jót tudnék aludni. Megittam fél liter ugyanolyan hashajtót, mint amit tegnap kellett innom, mielőtt jöttem. Kaptam egy jó bő liter menzateát, és most már a teát kortyolgatom, és várom, hogy haladjon a kis kapszula. Az előbb volt egyébként egy check, amikor megnézte a doki, hogy hol is tartunk és merre járunk. Jelentem, még a vékony belemben van a kapszula. Nagyon szépen látszik, hogy hasít, folyamatosan így megy, nagyon nézi, hogy mi történik bent. Láttam a kis bélbolyhaimat, úgyhogy nálam itt ennyi a fejlemény. Bencét elengedtem haza. Neki van elég dolga, úgyhogy mondtam, hogy menjél, csináljad, aztán majd, hogyha látom már a végét, akkor szólok, hogy gyere. Azt mondták egyébként, hogy egy 6-8 óra átlagba, mire a kapszula átszeli a testemet. Úgyhogy megy a várakozás igazából. Mondanék nektek nagyon sok okos dolgot, de nem tudok semmit mondani, úgyhogy megmutatom gyorsan a kis lakosztályom. Itt jövünk be, ez a bejárati ajtó, ahonnan, itt láttátok a falat, itt meg a kis nappalit, itt van a fürdő, egyébként egy nagyon szép fürdő, bár ebből nekem most semmire nem lesz szükségem, csak a WC-re. Hello, sziasztok! Úgy nézett ki, mint egy kommandós. Innen, ha jövünk ki tovább, akkor látjátok, itt van a kis teácskám, ebbe volt a kis hashajtóm. Itt van egy nagyon cuki kis kilátásunk, és itt van nekünk egy ágy. Légkondi, cipőm, lábam. Úgyhogy ennyi lenne a kis szoba. Ha tudok valami újat, aminek van jelentősége is, akkor szólok. Okay, please don't judge me, ezt most megérdemlem. És akkor a mai kirándulásunk itt be is fejeződött, viszont egy vagy két hét múlva még vissza kell jönnöm egy kontrollra, ahol végül is ki lesznek értékelve az eredmények, hogyha véletlen bármit találnának, akkor azt nyilván velem is megbeszélik. Megbeszéljük a további lépéseket, de reméljük, hogy ilyenre nem lesz szükség. Úgyhogy lemegyek, egyeztetek időpontot, és indulunk is haza, mert Bence mindjárt itt van, értem. Na sziasztok! Itt vagyunk a kapszulázás másnapján, délután járunk már egyébként, és
Nem tudom, hogy hogy viseltétek eddig egyébként azokat a dolgokat, amiket elmondtam, de még egy kis plusz információ, hivatalosan is kapszulamentes vagyok, úgyhogy mostantól igazából ez megint csak az én dolgom. Annyi feladatom van, hogy várjam az anyagot, amit a kapszula felvet. Azt meg fogom kapni a dokitól, utána tudom nektek összevágni ezt az anyagot, és azt megbeszéltük még a recepción, mielőtt eljöttünk, hogy szeptember 6-án talán megyek egy konzultációra, akkor még átbeszéljük a dolgokat, hogy miket elemzett ki a doki, miket láttak, van-e valami probléma. Valószínű egyébként, hogy semmi nincsen, mert menet közben azt mondta, hogy semmi elváltozást nem lát. De azért még egyszer átbeszéljük, hogy mit is látott a kamera, és hogy kell-e valamit egyébként csinálnom, gyógyszert szedni, vagy máshogy étkezni, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy igen, ennyi lett volna igazából ez az egész videó. Remélem, hogy nem vertek ki nálatok a biztosítékot, és nem sok. Én nagyon élveztem, és nagyon szépen köszönöm a klinikának, hogy erre így volt lehetőség, és meg tudtuk csinálni. Az összes elérhetőségüket le fogom tenni a leírásba, lent lesz az is, hogy mi volt ez a vizsgálat, amit nekem csináltak pontosan, és ha bármi, de tényleg bármi kérdésetek van, akkor azt írjátok le nekem a kommentbe. Szerintem annyi mindent elmondtam már menet közben, hogy nem tudtok olyat kérdezni, amire nem válaszolok. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek. Remélem, hogy tetszett. Ez egy kicsit másfajta videó volt, de én nagyon élveztem, remélem ti is. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot. Ha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, kapcsoljátok be a kis csengőikont, hogy ne maradjatok le, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Az Instagramomat is kövessétek, igyekszem ott is sokkal-sokkal több képet feltölteni, mint az elmúlt időben. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videóban találkozunk, sziasztok!